Amikor a színész királyt játszik, és elhiszi, hogy az, akkor ő nem normális, de ha nem hiszi, akkor meg rossz színész. A művészek, a műszaki segítők, öltöztetők, rendezők, drámaírók, dramaturgok, tervezők, közös játéka a színház. Arra szerződtek, hogy szórakoztassák, tanítsák a közönséget, vagy ahogyan ők mondják, kérdéseket tegyenek fel a világ dolgairól. A színész nem több, nem kevesebb, egyszerűen más ember, mint a többiek. A bölcsességeket az egyiptomi színésznő Samiha Ayoub gondolatai követték. A színházi világnap idei üzenetét Friedrich Noémi olvasta fel. A cím: Barátaimnak, a világ színház művészeinek. A színház eszenciája a tiszta emberi cselekvés, ami az életen alapszik. A nagy úttörő Konstantin Stanislavski szavaival élve: soha ne gyere be a színházba sáros lábbal. A port és a koszt hagyd kín. Az aggodalmaid, civakodásaid, kicsinyes nehézségeid, mindent, ami tönkreteszi az életedet és elvonja a figyelmed a művészetedről, tedd le az ajtóban. Amikor fellépünk a színpadra, azt azzal az egy élettel tesszük, ami bennünk lakik. De az életnek megvan az a nagyszerű képessége, hogy osztódni és szaporodni tud. Így azzá a sokféle életté válik, amit mi közvetítünk a világ felé azért, hogy életre keljenek, virágozzanak és terjesszék illatukat másoknak. A színházi világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a színházművészet és tágabb értelemben a kultúra fontosságára. Tisztelegjen a színészek a színházi dolgozók előtt, kérje a közönség szeretetét és támogatását. Ezen a napon köszöntik a színészeket. Egy kérdés kapcsán szólítatott meg Kírják Róbert igazgató, aki Krúdis diákéveire emlékezett, amikor a színház látogatást követő irodalomórán szigorúan számon kérték a látottakat. Nagyon kellett figyelni minden előadáson, és nem lehetett eldobni egyet sem, de nem is volt nagyon rá szükség, mert már akkor megérintett a színház varázsa. Aztán főiskolás egyetemista éveim alatt inkább a tanulmányaimra koncentráltam, majd 2002. április 15-én töltöttem az első színházi munkanapomat a Móri Zsigmond Színházban, és rögtön egy dzsungelkönyve előadásra be is ültem, ahol ismét elvarázsolt a színház. Szót kért és kapott a néző is. Az est ötletgazdája, szerkesztője és háziasszonya Pregitzer Fruzsina fogadta Hajner Csaba jelentkezését, aki az igazgatóhoz hasonlóan diákkori emlékeivel kezdte, majd a közelmúlt élményeit sorolta. Aztán a híres, nevezetes szibériai csárdás, amit szerintem nem lehet elégszer látni és kihangsúlyozni, hogy az egy mekkora fenomenális élmény volt. Azt kétszer is megnéztük, majdnem, hogy egymás után. Aztán utána én összeismerkedtem veletek az osztrák-magyar ebéd selejtező. Sorjáztak a poénok, a bakik, a felolvasások és értelmezések színészről és színházi emberről. A Krúdi Kamara színpadán elhelyezett 10 szék egyikén ült Tóth Zolka, akit első színházi élményéről kérdeztem. A gyermekkoromat nem nézem, arra nem feltétlenül emlékszem, de első élményem szerintem Bessenyei színkörös előadás volt, de valami gyerekdarab, már nem emlékszem, nem, szerintem a Szervusz Peti, de nem biztos. Első színházi élményem a Miss America volt 14-5 évesen körülbelül. Azt ilyesmiket fogunk még kérdezni a nézőktől, hogy esetleg emlékszik-e valaki valamilyen bakira, amit esetleg észrevett, vagy többet magával, vagy akár az egész nézőtér észrevette, hogy mi volt a reakció, stb. Jobbat, szebbet nem mondhatok a színházi ünnep kapcsán, mint néhány mondatot még az idei köszöntőből az egyiptomi színésznő szavaival. Nem túlzok, amikor azt mondom, hogy amit mi a színpadon csinálunk, az maga az élet. Amit a semmiből hozunk létre, olyan, mint az izzó parázs, ami szikrázik a sötétben. Világosságot és meleget ad az éjszakában. Mi adunk az életnek nagyságot, mi testesítjük meg. Mi tesszük vibrálóvá és tartalmassá. És mi adunk okot a megértésére is.